A hadisírok a béke legnagyobb hírnökei. A Nobel békedíjas orvos Albert Schweitzer szavai örökérvényűek. Magyarország területén a II. Világháborúban mintegy 53 ezer német katona vesztette életét, vagy tűnt el nyomtalanul. Sok elesett katona földi maradványa építkezések során kerül elő, de temetőkben is végeznek feltárásokat, hiszen a II. Világháborúban meghalt magyar és német katonák sírját semmi sem védte a rendszerváltozás előtt, legtöbbjük sírjele eltűnt. A pécsi köztemetőben lévő II. Világháborús magyar-német katonatemető avatása éppen 30 évvel ezelőtt, 1991. júniusában történt. A parcellában a Baranya és Tolna megyéből exhumált magyar, német és horvát katonák, valamint 1956-os áldozatok nyugszanak. Az exhumálások szervezése, a katonatemető tervezése és kivitelezése, valamint az első emlékünnepségek előkészítése Árvai András pécsi mérnök, a Német Hadisírgondozó Népi Szövetség akkori Magyarország képviselője nevéhez fűződik. Az én családomban is végigharcolták az első világháborút, meg a második világháborút. Apámat 8 éves koromban ismertem tulajdonképpen meg. Ez készítette arra, hogy amikor a nagy szakmámat abba hagytam, a cégnek voltam a főmérnöke, és megkapott azt, hogy ezt rendbe kellett tenni, és akkor volt rá lehetőség ezekre a dolgokra pénzt szerezni, és a kivitelezést irányítani. A fenntartását ennek a temetőnek és a kivitelezését a Német Hadisírgondozó Szövetség finanszírozta, és ma is a Német Hadisírgondozó Szövetség finanszírozza a fenntartását. A pécsi köztemetőnek, hála Istennek, nagyon telekes gárdája, nagyon rendben tartja ezt a katonatemetőt. A pécsi Lénau Közművelődési Egyesület és a pécsi Német Önkormányzat 1991 óta évente koszorúzással egybekötött ökumenikus megemlékezést szervez a Nagy Árpádi Ritter Fúvós zenekar közreműködésével. Idén az emlékbeszéd megtartására dr. Hohmann Andrást, Ausztria tiszteletbeli konzulját kérték fel. Tudjuk, hogy a halál elviselhetetlen titok megdermeszti az emberi szívet. Gyökeres és végleges változás. Mozdulatlansággá változik a mozgás, csendi az élet lüktetése, a halál az egész ember végét jelenti abban a formában, ahogyan ismertük. Az ember úgy tér vissza a földbe, úgy válik porrá a teste, mint az őszi szél. Emlékezzél, ember, porból és porrá leszel, mondja az első emberpárnak a teremtő Isten, és hangzik-e szó minden ember fölött azóta is, ha sírba tér. Itt is, ahol most állunk a pécsi temetőben, ősi halottak katonák sírjai vannak. Szám szerint 294. Ebből 79 magyar, 205 német, 7 horvát és 3 fő 1956-os áldozat nyugszik. A sírokban nyugvó katonák személye számunkra ismeretlenek, de voltak, akik ismerték és hazavárták őket. Szeretteik hiába várták haza a gyermekeiket, bőlegényüket, férjüket, a gyerekük apját. A sok-sok év telt már el, könnyeik felszáradtak ugyan, de a háború annyi elviselhetetlen megpróbáltatás gyászt hozott, hogy lehetetlen elfelejteni. Nem kellett volna így történnie. Fontos megemlékeznünk a hősökről, akik sorsukkal utat mutathatnak a következő generációk számára.